A következő beszélgetés apropóját nagyon sajnáljuk, mert egy tragédiához, egy szörnyű tragédiához kapcsolódik, és az emberben ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy egy beszélgetés, egy stúdióbeszélgetés, egy tragédia apropóján mennyi ember életét tudja, vagy képes akár megmenteni. Kicsit ilyen hosszadalmas ez a felvezetés, érteni fogják, mert szerintem nem vagyok egyedül a stúdióban, aki abban a tévhitben volt, hogy nyáron szénmonoxid mérgezések nem történnek, vagy történhetnek, de mégis történnek. És ugye ezt elmondta már nekünk itt adáson kívül Dóka Imre, aki az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mert ugye, hogy egy négytagú család vesztette életét a Terézvárosban az elmúlt napokban, bent a lakásukban történt mindez a tragédia. Mérgezés miatt, igen. Igen, a legnagyobb probléma ugye az, hogy tényleg sokan a fűtési szezonhoz kötik magát a jelenséget, holott egész évben jelenlévő folyamatról beszélünk. Nyilván kisebb intenzitás van nyáron, mert nyáron azokban a háztartásokban jelentkezik ez, ahol nyílt égésterű, gázüzemű, vízátfolyós melegítővel állítják elő a melegvizet. Tehát azt látja, hogy látja az őrlángot, és ugye ezekben az esetekben, ha húzamosabb ideig üzemeltetik ezt a készüléket, és nem veszik figyelembe azt, hogy mondjuk van klímaberendezés, pára elszívó, szag elszívó, tehát olyan épületgépészeti berendezések, amelyek befolyásolják a levegő utánpótlását, vagy a légháztartását magának az ingatlannak, akkor következik be a tragédia. Megelőzhető mindenképpen, hiszen mindig azt javasoljuk, hogy szénmonoxid érzékelőt telepítsenek az ilyen típusú készülékek mellé, hiszen ez önmagában potenciális veszélyforrás, mert olyan mennyiségű levegőt kell, csak hogy érzékeltessem, egy köbméter gáz elégetéséhez 10 köbméter levegőre van szükség. Ugye a régi háztartási lakásokban ki volt rakva a konyhába is a szellőzőrács letakarása tilos és életveszélyes. Na, ez pontosan azért van, mert maga a helység minél kisebb, annál hamarabb megszabadul ugye a levegőtől. Azt pedig általános iskolában ugye megtanultuk, hogy a tökéletességéshez az oxigén jelenlét az elengedhetetlen. Magyarán akkor azok figyelnek különösen, akinél, ahogy mondta, hogy nyílt lánggal csinálják a melegvizet, és sokat főznek, megy a szagelszívó, megy a klíma, és nem szellőztetnek. Így van. Ez a veszélyforrás. És nincs riasztó. Így van, mert mindenképpen ugye az átépített lakásoknál fokozottan záródnak a nyílászárók, tehát onnan sem tud oxigén utánpótlás érkezni. Ha pedig megy a pára elszívó, az is használja, a szárítós mosógép is ugyanúgy a levegőt használja, tehát mindenképpen oda kell figyelni. A másik, hogy a kémények karbantartása elengedhetetlen. Tehát ingyenes a lakossági szektorban a kéményseplés, éljenek ezzel, amikor mondjuk akár értesítésre, akár megrendelésre érkezik a kéményseplés. Most itt a lakossági szektorról beszélek, hogy díjmentes, hiszen ezeket a hibákat ki lehet küszöböltetni. A másik, hogy ezeket a készülékeket időközönként felül kell vizsgálni, mert a karbantartottságnak a hiánya, vagy a karbantartás hiánya, elmulasztása, ez mindenképpen fokozza a veszélyt, a bentlévők veszélyt. Nagyon-nagyon-nagyon fontos ez a beszélgetés, és tudja, azért azt is mondjuk el, hogy a prevenció egy ilyen esetben mennyire fontos. Én ugye nem tévedek, amikor azt mondom, hogy egy ilyen szénmonoxid vészjelző készüléknek az ára pár ezer forint. Tehát nem egy horribilis tétel. Nagyon jó, hogy említette, hiszen a katasztrófavédelem honlapján, mivel maga a szervezet a fogyasztóvédelemmel együtt a piacfelügyeletét ellátja ezeknek a készülékeknek, fent van a katasztrófavédelem honlapján az úgynevezett pozitív lista, tehát amelyek átmentek a vizsgálaton, ezek három független laboratóriumi vizsgálatnak vannak alávetve ezek a készülékek, illetve fent vannak azok is, amelyek forgalmazását visszavonták, tehát véletlenül se vegyen senki gépkocsi hátuljából, piacról, tehát csak megbízható forrásból vásároljanak ilyen típusú készülékeket, hiszen néhány forintos befektetéssel a magunk és a családunk életét tudhatjuk biztonságban. A másik, hogy ezeknek a kihordási ideje, ezeknek a készülékeknek, amely a biztonságot szavatolja, olyan 5-7 év közé tehető. Ennél a családnál is, ahol egyébként az édesapa a Tarpai házi orvos volt, és nagyon-nagyon szerették őt ebben a körzetben, ugye a klímaberendezés működtetése volt az egyik probléma, meg az, hogy emiatt nem szellőztettek, és több nap után találták meg a családot. De ha mondjuk valaki még időben észreveszi magán a tüneteket, akkor mire figyeljen? Mondják, hogy ez a fejfájás, leveltség, ezek tipikus tünetek.
Így van, azért nevezik csendes gyilkosnak, és akár azt is mondhatnám, hogy alattomos jelenségnek, hiszen szintelen szaktalan mérgező gázról van szó. Ez azt jelenti, hogy ugye hamar eszméletvesztéssel jár, és hamar rosszul lesz az illető. Gyakorlatilag a helységet fentről lefele telíti. Éppen ezért szoktuk mondani, hogy az érzékelőt is légzési magasság fölé helyezzék, hiszen még időbe tud jelezni maga a készülék. És ugye ezt attól függ, hogy a háztartás vagy a lakás melyik részére telepítik magát az érzékelőt. Nyilván, ha a hálószobába, akkor az alvási magasság fölé kell elhelyezni. De így van, hamar eszméletvesztéssel jár, és gyakorlatilag sok olyan eset van, amikor már gyakorlatilag jártányi ereje sincs arra, hogy akár segítségért folyamodjon, akár pedig kijöjjön magából az ingatlanból. Ha ilyen jelenséget tapasztalunk, és mondjuk többen vagyunk, és egy-két ember már rosszul van magában az ingatlanban, akkor mindenképpen az a helyes eljárás, hogy ha még lehetőségük van, akkor nyissanak ablakot, nyílászárót, illetve hagyják el magát az ingatlant, és kérjenek segítséget. És tényleg szó szerint kúszva, mert hogy fölül több a mérgező gáz. Így van, és mindenképpen az is fontos, hogy ha az érzékelő szólal meg, akkor inkább hívjuk a 112-es segélyhívót, és utána majd kiolvassák a kódot, hogy lehet, hogy csak szenzorhiba volt, vagy már az akkumulátor merül magában a készülékben, de az ember élet mindennél fontosabb. Igen, a statisztikák egyébként mit mutatnak? A statisztikák azt mutatják, két statisztikát mondanék, az idei évben több mint 500 esetben riasztották már a tűzoltókat különböző szénmonoxidos esetekhez. Sajnálatos módon 15-en életüket vesztették, és a riasztási számok magasnak tűnhetnek. Ebbe bele tartozik az is, hogy egyre jobban terjed a háztartásokban maga a riasztókészülék, és tényleg van olyan, hogy csak az akkumulátor merül, vagy akár mondjuk a hajlakot fújta az illető a fürdőszobába, és maga ez a elszennyeződés az érzékelőnek jelzett be. De nyilván inkább legyen úgymond téves riasztás, mint az, hogy valaki tragédiát szenvedjen el. Köszönjük a tanácsokat. Én köszönöm a lehetőséget. Lampi Ágitól pedig online híreket fogunk hallani. Jó reggelt!